Németh Jászmin rajz és festmény kiállítása nyílt meg a Tolnai Magházban. Az alkotó Tamásiban kezdte általános iskolai tanulmányait, ahol azonnal be is iratkozott a művészeti képzésre. A felső tagozatot Tolnán folytatta a Wosinski Mór általános iskolában. Leginkább az emberi test ábrázolása áll hozzá a legközelebb. Hogyha nem ez, akkor leginkább az ilyen apró mindennapi dolgok ábrázolása, mint például egy sima kávésdoboz összegyűrése, vagy nem tudom, egy folyamat, vagy esetleg egy másba gyűrt enteriós sorozat. Tehát, hogy leginkább szeretek elmerülni az apró részletekben, és az emberi arc, a kezek, a drapériák gyűrődése, olyan dolog, ami leginkább megfogja az én érdeklődésemet. Jászmin a gimnáziumot Pécsen végezte. Elmondása szerint a tehetségére viszonylag korán felfigyeltek. Minden portré teljesen különleges, még akkor is, hogyha ugyanazt a modellt ábrázolja egy-egy sorozat. Szeretem az ilyen nagyon éles váltásokat a fényárnyékjátékokban, az ilyen apró elfordulásokat, és próbálom ezeket érzékeltetni a tónusozással, a színek használatával. Ami a legközelebb áll hozzám, az a grafit. Tehát, hogy én egyféle ceruzát használok folyamatosan, én, hogyha lehet, ebből nagyon betárazok, és ez az, ami az én kezemnek a legkönnyebben irányítható, a legkönnyebben használható, ezzel tudom a legintenzívebb váltásokat érzékeltetni. A másik pedig a színes ceruza, amit nagyon szeretek használni, mert igazából a színek keverése és a meleg-hideg árnyalatokkal való játék is szerintem pont azt hangsúlyozza, ami engem érdekel. Esetleg fedőfestékből akrilt szoktam használni, ezt a hátterekhez, a nagyobb felületekhez, amik mondjuk ceruzával, tollal vagy grafittal nem olyan jól kiemelhetőek. A kiállított rajzok előzetes fázattolás nélkül készültek. Ezek együltő helyemben, ahogy leültem, mondjuk és 8 órával később felálltam, ezek pont úgy néznek ki. Nem szeretem előre megtervezni, tehát hogy a legtöbb inkább egy ilyen spontán vonalon jön, és van, amikor el is szoktam térni így a látványtól, tehát hogy inkább belekomponálom azt, ami szerintem odaillőbb. Már nagyon régen elkezdtem, tehát hogy ez már első osztályos korom óta egy ilyen végigvonuló folyamat, amikor elkezdtem művészeti iskolába járni, az úgy első osztály környékén lehetett, és már akkor is inkább a karakterek kiemelése volt a szenvedélyem, és nem a háttérrel való munka, ez gyengébb oldalam, és ez a mai napig nem változott, viszont lényeges különbség az, hogy nagyobb hangsúlyt fektetek arra, hogy mindent a lehető legpontosabban adjak vissza, amit lerajzolok. Jobban szeretem, hogyha a modellnek egy ilyen semleges arc kifejezése van, és minden, ami érzelem kifejezés, minden, ami valamilyen érzés felé akar elvonulni, az inkább a környezetén, a ruháján, a színein, a technikáján jelenik meg. Tehát, hogy az érzelem kifejezés az inkább az én érzelem kifejezésem, nem az övé. Jászmin úgy fogalmazott, a lazább, spontánabb alkotások több felületet tudnak kitölteni. Az ilyen aprólékos munkák, mint például a tónusozás grafittal, az inkább egy helyre összpontosul az egészben. A jövőben szeretnék egyetemre menni a tudásommal, ugye én most textilművesnek tanulok, lehetőleg ezzel szeretnék tovább menni, ugye a MOMÉ-ra, vagy egy másik, talán külföldi egyetemre, és végigvinni ezt a művész vonalat, tehát hogy nem igazán tudom elképzelni, hogy más csináljak a jövőben. Tehát szerintem a legfontosabb az a türelem. Mindenképpen a belefektetett energia, hogy néha ahelyett, amit csinálni szeretnénk, inkább csináljuk azt, ami szükséges. És hogy néha úgy ez lemondásokkal jár, de szerintem teljesen megéri. És az, aki most kezdi a pályát, annak azt tudom mondani, hogy fektesse bele a lehető legtöbb energiát, és ne legyen túl szigorú magához. Az alkotónak ez volt az első saját kiállítása.